Most pedig következzen a Magyar Önvédelmi Mozgalom tiszteletbeli vezetője, Pilis városának új polgármestere, László Attila. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, minden kurulvédőt. Nem először állok már itt. Jól emlékszem, 2012-ben szintén volt már egy ilyen turulvédő akciónk az akkori Nemzeti Gárdával, Szebb Jövőért Polgárőrséggel. Mint ha hallottuk, már 2008-ban is volt ilyen irányú támadás, az egyik legősibb nemzeti jelképünk a turul ellen. Természetesen nem hagyjuk, és nagyon örülök, hogy ilyen nagy számban összejöttünk itt, és biztosítjuk erről mindazokat a rossz szándékú alakokat, akik a legősibb nemzeti jelképünk ellen próbálnak bármit is tenni, hogy nem hagyjuk, csak kell, akkor élő erővel is megvédjük a turult itt a 12. kerületben. Nem csak a turul védelmével vagyunk itt most, hanem 1956 szellemisége mentén is. Az 1956-os forradalom nem csak a magyarság számára jelent egyébként egy örök dicsőséget, hanem az egész világ tiszteletét érdemelte ki, és vált világszerte a kommunista diktatúra elleni harc és az ellenállás szimbólumává. A szellemisége ma is velünk él, mint ahogy bennünk ég, az a velünk született forradalmi láng is, amelyet a szabadság magasztos érzése mentén lobban fel folyamatosan a lelkünkben, mikor a sötétség folytó halászaga már úgy tűnik, hogy látszólag mindent elborított. Mert mindig ez történik, mikor dermedten állunk a félelemtől reszkető szívünk fagyasztó némaságában, és egyszer csak hallunk egy éles pattanást, amely a szabadság szikrájának vakító fényével borítja lázba testünket, és onnan kezdve már nem félünk. Testünk lüktet, izmaink megfeszülnek, és így tépjük le magunkról a láncot. És indulunk lángoló szívvel előre, és talán még azt sem tudjuk, hogy hová. De megyünk, mert tudjuk, hogy eljött a pillanat, a Szent Szabadság forradalmi napja. És ilyenkor nem számít más, csak menni előre, és legyőzni a gonoszt, legyőzni a zsarnokot, aki békjóba kötözte nek a szabad nemzetnek a Szent Honvédő harcra született gyermekeit. És bizonyára ezt érezhették az 1956-os diákok, a gyári munkások, a tanárok és a földművesek is, akiknek a szívében egyszerre lobbant fel a világ egyik legsötétebb diktatúrájával szemben az ellenállás magasztos érzése. És apáinknak, nagyapáinknak nem számított akkor, hogy a világ legerősebb hadseregével szemben egy árva géppisztollyal vagy egy házilag vegyített robbanószerrel indulnak el felvenni a harcot a vörös démon ellen. Hiszen akkor már a szabadság lángja perzselte a szívüket, amely erősebben ízik mindennél, és amely az útjából minden akadályt elsöpör. 1956 egy győztes forradalom volt, amely látszólag nem tartott sokáig, de valójában még most is zajlik, hiszen itt él bennünk, és bármikor képes arra, hogy a felszínre törjön. És amikor látszólag csak egy pillanatra győzzük le a gonoszt, amikor a torkára taposunk a véres bakancsunkkal, akkor nem csak egy pillanatra győztünk, mert ez a győzelem örökké élni fog. És a világtörténelmi körforgásban elevenen él az utódok elméjében, és eszmeisége bármikor képes újra életre kelteni az isteni szabadság forradalmát. A jó, az isteni rend, és a pusztítás, a káosz, és a gonosz harca örök.
És pontosan azért van, hogy minthiába próbál a jelenkori diktatúrák bármelyike is térdre kényszeríteni bennünket, erre csak ideig, óráig képes, hogy uralkodjon felettünk. Mert a szabadság szent messzvéje örökké él. És a szabadságharcosok újra és újra mindig megszületnek. Mint ahogy 1956-ban egyszerre dobbant meg minden magyar szív, és ez a szívdobbanás akkor megremegtette a világot. Hiszen akkor a pesti srácok molotov koktéljai robbantották be a pokol kapuját. Istennel a hazáért, a szabadságért előre, a turul védelmében, dicsőség a hősöknek, előre mind, pesti srácok. Köszönöm, hogy itt lehettem veletek.